Ebben az iskolában is már felkészültek az új tanévre, a tankönyvek az asztalokon várják a kis és nagyobb diákokat. Itt azonban nem csak a könyvek, hanem a megújult belső terek új környezet fogadja a diákokat szeptember 2-án. A Tóparti gimnáziumban az átépítés másfél évvel ezelőtt még bent lakással kezdődött meg. A Modern Városok program keretében több mint 3 milliárd forintból valósult meg a beruházás, először a torna termi szárny újult meg. Tavaly egy másik iskola épületbe költözött az iskola, tavaszra pedig elkészült a felújítás, átépítés, és következhetett a visszaköltözés. A legnagyobb falat, amit meg kellett oldani, az nyilván az energetikai felújítást, illetve átalakítást jelentette, de ami szintén egy nagyon szerencsés dolog, hogy az éppen ebben az évben 35. tanévét kezdő iskola megkapta azt a lehetőséget is, hogy az összes olyan gépészeti folyamatot is sikerült újraépíteni, ami akár a fűtéssel, akár a villamos hálózattal függ össze, vagy bármi mással, ami a működéshez szükséges és technikai hátteret jelent. A 2024-25-ös tanévben 702-en tanulnak majd az intézményben, az új gimnazisták pedig 158-an lesznek. Számukra csütörtökön gólyanappal kedveskedtek a felsőbb évesek. A 7-es és 9-es diákok ismerkedtek az épülettel, a helyiségekkel, a légkörrel. Nagyon szép lett az új épület, nagyon barátságosak így a végzősök eddig, de még így a programokat igazából nem kezdtük el, meg még ilyen matrózblúzokat át kell venni, meg még azért vannak ilyen programok. Az átépítés néhány hónapja során megújultak a tantermek, a terek, új szekrények kerültek a folyosókra. A munkálatok eredményeként új, nagyobb termek is születtek. Ez a terem az átalakítások során alakult ki. Szerencsére sikerült több tantermet is másféleképpen alakítani, mint ahogy az eredeti állapotában volt. Ezzel gyakorlatilag ugyanazon a területen mégis egy férőhelyet tudtunk bővíteni. Ez is így alakulhatott ki, hiszen hogyha már nézzük, akkor azt lehet tudni róla, hogy eredeti állapotában úgy körülbelül a közepe volt mindössze az, ami egy 18 főre berendezett terem volt, de azzal, hogy a nem igazán jól funkcionális folyosó részeket hozzá tudtuk nyitni mindkét oldalról, így 36 gyerek befogadására alkalmas. Az igazgató azt is elmondta, mivel szép látványt nyújt az iskola környezete, a tó, a teraszt járható burkolattal fették le, így ott kültéri órákat is tudnak tartani majd akár két osztály számára is. A megújult intézmény ad otthont pénteken délután a városi tanévnyitó rendezvénynek.